A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A Nóéhegyi Szent István Borlov Agráncsukoron köszöntötte Szent Márton ünnepét, a borászok a Bella pincében értékelték az idei évet. Aki Márton napján új bort nem iszik, ihat az egész évben bármit, mégis szomjazik. Így tartja a népi mondás, ezért aztán természetesen a székesfehérvári Nóéhegyi Szent István Borlov Agránd is évente hagyományőrző Márton napi programmal az új borok társaságában teszi emlékezetessé a jeles napot. Így volt ez idén is, a borlovagok a sukorói Bella pincészet székhelyén köszöntötték Szent Márton ünnepét. Nagyon nehéz év áll a hátunk mögött. A rendkívüli kevés szélsőséges csapadékmennyiség, illetve a nagyon meleg időjárás az abszolút kedvezőtlen volt a szőlő számára. A termés minőségében, mennyiségében ez egyaránt meglátszik. Azt gondolom, hogy borászszakmai tudás nagyon szükséges az idei évben ahhoz, hogy valaki jó bort tudjon készíteni. És nyilván az egyéb költségek, inputanyagok drágulása és az élő munka hiánya, illetve annak is a nagyfokú drágulása az abszolút egy érdekes évet állít elénk. Ennek tükrében hogy tudtak úrrá lenni a nehézségeken? Gondolom, hogy problémák voltak, de azért az igazi szőlős gazda az, ha odafigyel, akkor azért a minőségre nem lehet panasz. Nem is lesz panasz a minőségre. Én azt gondolom, hogy a minden fortét próbáltunk bevetni, a technológiákat, amikkel rendelkezünk, maximálisan kihasználni, és azt gondolom, hogy ennek ellenére azért egy szép évjárat elé fogunk nézni. Milyen évjárat lesz, ha külön vesszük azokat a borokat, amelyeket itt a Bella pince befogad? Az illatos borok szépen sikerültek, a vörösboraink, mivel az ültetvényünk most már 7. évébe lépett, korosbodik, azt gondolom, hogy nagyon jó alapanyagként fognak szolgálni ahhoz, hogy szép borokat tudjunk készíteni belőlük. A fehérvári borásztársadalom az elmúlt időszak nehézségei, a koronavírus járvány, az asszály, majd a gazdasági válság, az inputanyagok jelentős drágulása ellenére jó évet zárt. A nemes nedük már a hordókban pihennek, megfelelő minőségben és mennyiségben. Ahhoz képest, amit így tudunk az évről, milyen asszályos időszak volt, aztán utána volt egy nagy csapadékos rész, elég jó évet zártak. És azt gondolom, hogy valóban az elmúlt években eléggé megsanyargatott bennünket ez a Covid-járvány, de a Márton nap az a rendezvényünk egyike a kevés közül, amelyeket az elmúlt 20 évben mindig meg tudtunk rendezni, még az utolsó pillanatban is. Nagy célokat tűztek ki ebben az esztendőben, bár még korai mérleget vonni, de én azt gondolom, hogy függetlenül a problémáktól azért sikerült minden olyan rendezvényt megtartaniuk, ami fontos. Igen, az augusztus 19-i térségi borlovendek találkozója nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy vérhar miatt bekényszerültünk a színpadról, aztán a 20. rendezvényünk egy rekordszámú, több mint 30 borrend vendég látásával sikeredett, az szintén bent a Magyar Király Hotelnek a termében, és a Márton nap is úgy néz ki, hogy jó lesz, hiszen több mint 30 tétel érkezett, úgyhogy a termés az jónak ígérkezik, bár a mennyiséggel vannak gondok, azt mondják. Az a jövőkép, amit megfogalmaztak az elmúlt időszakra, hogy több fiatal borász szeretnének bevonni, az elindult-e? Igen, szerencsére elindult. Most is két olyan tagjelölt ifjú borász jön, hozza a borát erre a megmérettetésre, akit remélem jövőre fel fogunk tudni avatni. Ha már itt tartunk, milyen jövőképe van a Nóéhegyieknek? Azt gondolom, hogy a Magyarországi Borrendek Szövetségén belül tovább szeretnénk erősíteni a részvételünket az országos rendezvénybe, a bormarketingbe. Én, mint a marketing bizottságnak a tagja, szeretném, hogyha a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend egyik zászlós hajóla lenne ennek a feladatnak, úgyhogy a magyar borért fogunk mindent megtenni a jövőben is. Páncél József a fiatal, de már meg annyi tapasztalattal rendelkező nemzedék tagjaként a problémák ellenére is bizakodó. Hát, hogy milyen esztendőt zártunk, ez egy nagyon jó kérdés, mert
hogyha az újborokról beszélünk, akkor igazából most kezdjük azt az évjáratot, amivel még eddig nem szembesültünk, tehát ezzel ilyen aszályos évjárattal még nem szembesültünk ez idáig. Nagyon kíváncsian várjuk a boroknak a fejlődését, ugye itt Szentmártonkor mérettetik meg először ugye az újborok mustrájával az idei évjárat. Én egyelőre nem látok nagy problémát az újborok fejlődésében. Az viszont nagyobb probléma volt, hogy jó pár és főleg korai fajtáknál nagyon kevés volt a lé nyeredék a szőlőgyümölcsből. Milyen volt az időjárás, mennyire nyomta rá a bélyegét a termésre? Hát ahogy említettem az imént, a korábbi fajtáknál, amit mi tapasztaltunk, ott egy rendkívül erős és nagyon masszív héj volt az idei évben a gyümölcsöknél, és gyakorlatilag amit szoktunk számolni, ez a 0,7-0,6 közötti lékihozatal, ez bizony volt, ahol a 0,5-öt sem érte így el. A későbbi fajtáknál ott érdekes módon ott egy sokkal jobb lé nyeredék lett, ami viszont hátrány volt ugye a csapadékszegénység miatt, ott előny volt a növényvédelembe, mert az idei évben azért valljuk be őszintén, hogy viszonylag könnyű dolgunk volt. Csóbor Balázs, a Borrend főborásza szintén elégedett, hiszen a nehézségek ellenére is elégedett lehet az idei terméssel. A szőlészeti részből én meg vagyok elégedve az idei évvel. Növényvédelemre nem sokat kellett költeni, ha már input anyagok. Egészségesen betakarítottuk, 3 permetezéssel megúsztuk az évet. Milyen lett a minőség? Hiszen azért tudjuk, hogy a csóborboroknál ez kiemelten fontos. A minőség változó volt, táblánként eltérő. Nem feltétlenül fajták között változott a minőség, illetve a mennyiség, hanem a táblák voltak meghatározóak. Akkor beszéljünk a táblákról, melyik fajtából, melyikkel vagy elégedett? Hát megint csak volt kékfrankosunk, amelyik 140 mázsa körül termett, és volt olyan is, amelyik 80-at tudott. És az ehhez tartozó minőség pedig akkor rendben van? Hát a kékfrankos borról még azért nem tudunk beszélni, hiszen igen korai, a fehér borok nem sokára megmutatkoznak. Mit vársz ettől az eseménytől, hiszen ez a Szentmártonnak mindig fontos? Sok szép új jó bort várok. Simon József a kommunikációért felelős borlovag fontos időszakról számolt be, hiszen a Borrend ebben az esztendőben a határainkon túl is bizonyította, hogy a fehérvári borok minősége kiváló. Én úgy gondolom, hogy a Noé-hegyi Szent István borlovagrend nagyon szép sikereket ér el mostanában, hiszen most ezen a mártonnapi bormustrán is nagyon sok borral jelentkeztek a termelők, és úgy gondolom, hogy nagyon sok finom bor jelentkezik a mai napon itt. Szerbiában is sikerült, a szerbiai vajdaságban is bemutatni a borlovagrendünket, és ott is sikerült megkóstoltatni a borlovagrendnek a zászlósborát. Mindannyiunknak a nagy örömére, szerintem mindenkinek ízlett. Hát ez nyilvánvaló, hogy folyamatos fejlődést mutat. Ugye annak idején arról is szó volt, hogy próbálja a Borrend bevonni a fiatalabb borász nemzedéket is ebbe. Hol tartotok ebben? Igen, hát igyekezünk a fiatalabb nemzedéket is bevonni ebbe a munkába, de úgy érzem, hogy még mindig a régi öregekre tudunk támaszkodni, amikor a borokról beszélünk. Vannak fiatalabbak, és mindenképpen fölkaroljuk azokat a fiatalokat, azokat a borászokat, akik újonnan jelentkeznek nálunk. Fölveszünk a Borrendbe is olyan tagokat, akiket érdekel a borászat, a bortelmerés, a szőlőnek a művelése, és reméljük, hogy minél többen fognak jelentkezni a borrendünkbe is. Renner László a sokat tapasztalt borászok biztonságával vallja, hogy jó úton járnak, ami igaz a mennyiségre és a minőségre is. Én úgy érzem, hogy a minőséggel nem lesz probléma az évjárattal, de mennyiségileg sajnos hagy kívánni valót. Egy kicsit a borkezeléseknél is feladja a leckét, mert némelyik bor nem veszi úgy a derítést, ahogyan mi szerettük volna. Tehát az összetevők az aszály miatt biztos, hogy másak
borban. Ez még oly nagy tudású borászok számára is komoly feladat, hiszen azt tudjuk, hogy eddig azért az időjárás kedvünkre járt. Hát az igazság, hogy minden évjárat más, és mindig olyan történik, ami még nem volt. Tehát most is előfordulnak egyes mintáknál olyanok, ami feladja a leckét. Ha összesítened kéne, akkor a Nóé-hegyi csapat most milyen úton jár? Szerintem nagyon jó úton jár, tulajdonképpen mindenféle szőlőfajta, illetve bor előfordul most már a környékünkön, a reduktívtól kezdve az oxidatív technológiáig, a fehértől a rozén át a vörösig, tehát a vevőkör, illetve a fogyasztó rétegnek minden szegmensét megtalálja. Horváth Miklós Csaba alapító tagként úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 20 évben végzett szakmai munkájuk jó alapot adott ahhoz, hogy ma már országszerte ismert és elismert lehessen a Nóé-hegyi Szent István borlovagrend. 20 éves a borrendünk az idén. Itt a Bella pincébe ünnepeljük részben, és másrészt ugye a Márta nap is adja azt az aktualitást, hogy emlékezzünk tulajdonképpen, hogy miért is alakítottuk meg a borrendet a Bobori Zoliékkal közösen. Hagyományőrzés elsősorban, főleg a Nóé-hegy emlékének tiszteletére, Szőlőhegy tiszteletére, és azóta azt kérdezett, hogy hol tart a fejlődésünk. Ott tart, hogy kevesebb mustrát kell már tartanunk, mint 15 vagy 20 évvel ezelőtt, akár 10 évvel ezelőtt is, mégpedig azért, mert azt a feladatát, egyik feladatát, ami tulajdonképpen a jóbor készítésének az átadása a borászaink által azoknak az amatőröknek, akik azért amatőrök, mert a nagyszülőktől, dédszülőktől örökölték meg a pincét, de igazán az utóbbi pár évtizedben esetleg még a gyerekkorukra emlékeznek, amikor kapálni kellett, de az ugye általában inkább a kedvet vette el, de aztán ahogy tényleg korosodik, idősödünk, egyre inkább szeretnénk a hagyományokat és az öregek emlékét is ápolni, szüleink, dédszüleink emlékét azzal, hogy folytatjuk, ameddig lehet még, és ami megmaradt abból az örökségből, amit nekik köszönhetünk. És a borrend ugye abban segít a borászokkal, hogy olyan minőségi borokat tudunk most már, tudnak a tagjaink, az amatőrök készíteni, hogy bármikor felveszik a versenyt ma már bármelyik borászatnak. A hivatásos bortermelőknek a boraival is, és ez meghozza a kedvet azoknak is, akik most kapcsolódnak, vagy később kapcsolódnak be, és ha itt körülnézünk, itt is lehet látni, hogy azért van egy-két 30 év körüli fiatal, akik nagy kedvel űzik ezt a nagyon szép mesterséget, és az érdeklődés is egyre nagyobb, és mi örülünk neki, az Öreghegyi Borrend alapító tagjai, hogy azért van utánpótlásunk. A Szent Márton ünnepen a borkóstolás mellett nem maradhatott el a névadó életének megismerése és tisztelete sem, hiszen ő, mint az új bor bírája, fontos szerepet játszik a borásztársadalom évről évre történő megújulásában. A mostrán a Szent Márton bora elismerést ebben az esztendőben az Agárdi Csóborpincészet Agárdi Zöld Veltelini száraz bora nyerte. Szent Márton életét bemutató előadás köszöntők és ludaskása várta azokat, akik ellátogattak a Szent István Művelődési Házba. Itt tartotta idén hagyományos Mártonnapi rendezvényét a Fehérvári Polgárok Egyesülete. Ebben az esztendőben is ünneppel köszöntötte Szent Márton napját a Fehérvári Polgárok Egyesülete. A Szent István Művelődési Házban megtartott találkozón Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében üdvözölte a Fehérvári Polgárok Egyesületének hagyományőrző tevékenységét. 16. alkalommal immár hagyománytevelentett, sőt ezen túl vagyunk, tehát tényleg tovább élt Szent Márton tisztelete és hagyományőrzése.
A Fehérvári Polgárok Egyesülete jóvoltából minden évben feléled a hagyomány november 11-én, úgyhogy akkor ludaskását, és kis bort kínál a jelenlévőknek. Palkovics Lajos az Egyesület elnökének köszöntőjét követően a tradícióknak megfelelően a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda kis csoportosai idézték meg műsorukkal a Szent Életű Márton mindennapjait. Most már évről évre egyre többen vannak, szinte nem féltünk el a terembe, úgyhogy mi szeretnénk tovább is, jövőre is, meg utána is ezt a hagyományt folytatni. A hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja ismerhette meg Tornyai Gábor öreghegyi plébános előadásából Szent Márton egyházi vonatkozásait, tudatos életét, a hagyomány és a szokás közti különbséget és az összefonódásokat. Tavaly, amikor itt voltam önöknél, talán sokan itt voltak, akkor egy picit arról beszéltem, hogy tulajdonképpen Szent Márton alakja mit is jelent a mai ember számára. És arra gondoltam, hogy picit ezt a gondolatmenetet vinném tovább. És ebben szeretnék együtt gondolkodni önökkel, de mindenek előtt egy rövid levél részletet szeretnék felolvasni, majd utána elárulom, hogy ez a levél lesz, mikor és kinek íródott. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testtől való. A keresztények is a világban vannak, de nem a világból valók. Láthatatlan a lélek, amelyet a látható test börtönöz be. A keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. A test gyűlöli a lelket, és küzd ellene, de ha a lélek nem követel ellen semmi igazságtalanságot, csak akadályoz a gyönyörök élvezetében. A világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreiknek. A lélek szereti a testet, amely őt gyűlöli, és a test tagjait is. A keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testben van zárva, de a lélek tartja össze a testet. Így vannak a keresztények is. A világban vannak zárva, mint a börtönben, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik. A keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, amennyiben várják a romolhatatlanságot. Ha étel, ital, dolgában mostan bánnak vele, a lélek jobbá válik. A keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt. Diognétoszhoz írt levélből olvastam föl egy részletet, amelyet a második században írta, vagyis a százas évek közepén írták meg ezeket a gondolatokat, arról, hogy mi is a keresztények szerepe ebben a világban. Abban az időben írták ezt a levelet, hogy akkor fogalmazódott meg ez az irat, amikor még a kereszténység üldözött állapotban volt. De már akkor azt fogalmazták meg ennek a levélnek az írói, hogy a kereszténynek az a szerepe ebben a világban, hogy átjárja ezt a világot, hogy valahol élettel töltse meg ezt a világot. Aztán ugrunk jó pár száz évet, eljutunk a mai nap szentjéhez, Szent Mártonhoz, aki egy olyan korszakban élt, amikor változott a világ. Akkor már nem volt annyira, bár elfogadva még nem volt, de annyira már nem volt üldözve a kereszténység. És azok az emberek, akik elkezdték komolyan venni a kereszténységüket, elkezdték komolyan venni azt, akik ők, azok szépen lassan megváltoztatták a világot. Nem változott meg mindenki, de körülöttük a világ, körülöttük az a birodalom, amiben ők éltek, a világnak az a része, ahol ők jelen voltak, lassan elkezdett átalakulni a gondolkodásában. Olyan időszak volt ez, amikor a megszokott rend felbomlott. Úgy tűnt, hogy összeomlik minden, ami addig stabil volt, a régi dolgok már nem úgy működtek, és valami újfajta gondolkodás volt ott az emberek között, és ebben az időszakban erősödött meg a kereszténység, vagy erősödött föl a kereszténység olyan emberek révén, akik ezt elkezdték komolyan venni, vagy komolyan élni. És
És szépen lassan ez volt az, ami alakította formát a világot. Ez is. Mert hogy persze egy csomó más tényező is. Miért mondtam már ezt? Szent Márton ünnepén. Amikor szenteket ünneplünk és szenteket tisztelünk, akkor olyan embereket tisztelünk és ünneplünk, akik komolyan veszik azt, akik polgárok vannak itt most jelen. Fehérvári Polgárok Egyesülete szervezte ezt a programot. Olyan emberek, akik úgy gondolkodnak magukról, hogy ők fontos, számukra van egy fontos szerep nek a ma világában, akárhány évesek is. De mégis hisznek abban, hogy képesek arra, hogy megváltoztassák maguk körül a világot. Egy picit erről szeretnék most együtt gondolkodni önökkel. Szent Márton alakja segítségével egy picit a saját szerepünkre ránézni és rá tekinteni. Igyekszem nem bonyolult lenni, de mivel nagyon szeretek rajzolgatni és írogatni, azért kértem ide a táblát, meg itt a filztóla, és egy pár ábrát, egy pár rajzot szeretnék majd fölrajzolni, hogy még érthetőbb legyen az, amiről szeretnék beszélni. Úgy vagyunk benne ebben a világban, hogy azt mondjuk magunkról, hogy itt vagyok én, Gábor atya. Aztán itt van valaki más, aki szintén azt mondja magára, hogy én. Meg van valaki szintén, aki azt mondja magára, hogy én. És akárhányszor, végén most már csak jövőket rajzolok, jó? Nagyon-nagyon-nagyon sok ember, össze-vissza vagyunk itt mindenfelé, de valamilyen formában mégis kapcsolatban vagyunk egymással. Sok-sok ember egymás mellett. Mindegyikön gondolkodik valahogy. Kapcsolatban kerülünk egymással. Ahogy az emberek elkezdenek egymással kapcsolatba kerülni, úgy alakítanak ki maguk körül szabályokat, rendet, valamiféle rendszert. És amikor ez a sok-sok én azt kezdi mondani magáról, hogy mi így összekapcsolódunk, kialakul belőle egy rend, vagy mondhatjuk, hogy szép növekedéssel kialakul a társadalom, amiben benne élünk. Mi, akik itt vagyunk most ebben a teremben, a társadalom egy részét alkotjuk. Rengeteg sok én van. Ide mindenkinek a nevét fölírogathatnám. Ezért gondoltam egyszerűen azt, hogy azt mondom, hogy én. Különbözünk egymástól, de mégis összeköt bennünket valami, amit mi igaznak, helyesnek, értékesnek tartunk. És ez az a nagy kör, ami azt mondjuk, hogy mi. Mi ebben tartozunk bele. Ebben tartozik bele mondjuk Magyarország is. Mi, akik itt élünk, Magyarország, ez most nem Magyarország formája, de Magyarországhoz tartozunk. És úgy döntöttünk, hogy ide tartozunk. Ezt a rendet követjük. Ehhez a rendhez igazodunk. És ahogy ez kialakul és elkezd formálódni, egyre inkább elkezdi átadni azt, hogy megfogalmazzuk magunknak, hogy mit jelent magyarnak lenni. Mit jelent székesfehérvárinak lenni. Mit jelent a polgári egyesülethez, polgárok egyesületéhez tartozni? Megvannak a keretei, megvannak a szabályai. És akik itt vannak benne ebben az egyesületben, akik ide tartozónak vallják magukat, akik ez az országhoz tartozónak vallják magukat, azok azt mondják magukról, hogy azért tartozom ide, mert én úgy döntöttem, hogy elfogadom ezt az egészet, és ehhez igazodom. Az örök vita és az örök feszültség egy társadalomban mindig arról szól, hogy a rend megtartása a fontosabb, vagy pedig az, hogy egyénként az lehessük, aki vagyunk. És folyamatosan benne vagyunk ebben a feszültségben. Ezt önök bőségesen átélték. Azt gondolom mindegyik oldalról. A rend meg akar tartani bennünket, és amikor már nagyon szélsőséges, akkor már erőszakhoz is folyamodik akár, hogy úgy legyen, hogy mindenki azt csinál, és úgy gondolja, ahogy annak lennie kell. Nem akarok erre történelmi példákat mondani, de azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk. A másik véglete az, amikor az egyén, én nem akarok igazodni a rendhez, és föllázadok ellene. És akkor jön a forradalom, a harc. És van egy harmadik út, és azért hoztam ezt ide, mert amikor ugye a római birodalom volt, és a birodalom rendjét fönn akarták tartani, akkor voltak a keresztény üldözések. Mert aki másképp kezdett el gondolkodni, az veszélyeztette a birodalom rendjét. A keresztények elkezdtek másképpen gondolkodni, másképpen voltak jelen a világban, mint ami
ami őket meghatározta és körülvette. De lehet, ahogy mondtam, egy harmadik utat is megél. Mondhatjuk azt is, hogy ez a szentek útja. Amikor úgy változtatom meg egy egész társadalomnak, vagy világnak, vagy egy rendszernek, vagy egy közösségnek az életét, hogy nem erőszakkal egyénieskedni elkezdek, hanem elkezdek másképpen gondolkodni, és egy olyan értéket mutatok fel a többiek számára, amire azt tudják mondani, na ezt érdemes követni. Így érdemes élni. Ahogy ez az ember él és gondolkodik, az egy vonzó élet és gondolkodás számunkra is. És akkor elkezdek én is abba az irányba elindulni. Aha, elkezdem követni ezt az embert. Próbálom őt megérteni, mi lehet mögötte, mi lehet az ő titka. És akkor szépen lassan elkezd rám hatni, és elkezdek én magam is átalakulni. Jézus tulajdonképpen ennyit csinált. Ő nem harcos volt, nem lázadó volt, még hogyha sokan próbálják őt beállítani, hogy forradalmár volt, meg a rendszer ellenő, akkor ő majd megmutatja. Mindig azt mondta, hogy fizessétek be az adópénzt, menjetek el a templomba. Nem mondta soha, hogy ne kövessétek őket. De elkezdett másképpen gondolkodni, és elkezdett másképpen viszonyulni az emberekhez. És azok, akik megértették Jézusnak ezt a gondolkodását, és elkezdték a saját életükben ezt megvalósítani, elkezdtek így élni és így gondolkodni, azok lettek a keresztények. Szent Mártonnak az aktualitása, és azt gondolom, hogy a szenteknek az aktualitása a ma világában az, próbálom megérteni, hogy mi is az az értékrend, ami engem meghatároz. Mi az az értékrend, ami az én gondolkodásom középpontjában van, mi szerint élek. És hogyha ez egy olyan élet, ami egy jó és vonzó élet, akkor követni fognak a többiek, és azt mondják, hogy fú, de jól csinálod, de szeretném én is, és elkezdenek tanulni tőle. Vagy ha rájövök arra, hogy nem úgy működik az életem, hanem valamit változtatni, akkor elkezdek változtatni, és azt mondom, hogy hát akkor másképpen csinálom. Elkezdek jobban szeretni, elkezdek odafigyelni a szavaimra, kapcsolataimra, hogyan élek és hogyan viselkedek. Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen csendes, belső forradalom, de jó értelemben. Nem az erőszak forradalma, hanem a szeretet forradalma. Azt gondolom, a kereszténységnek egy nagy nehézség a mai világ, hogy mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, hogy a keresztény értékeinket hangoztatjuk, nem élünk így. Azt mondta az egyik szent, hogy vigyázzatok arra, hogy hogyan éltek, és hogyan gondolkodtok, és hogyan beszéltek. Mert az emberek azt látják, hogy másképpen beszéltek, és másképpen éltek, akkor majd nevetve legyintenek rátok, és azt mondják, hogy máskor is meghallgatunk erről titeket. Ha elkezdem hitelesen élni azt, ami számomra értékes, ha elkezdem komolyan venni azt, amit valóságnak és igaz értéknek tartok, az meglátszik az én életemben és a gondolkodásomon. Én hiszek ebben. Azért is vagyok itt. Igen, rossz lenne, hogy papként nem hinnék ebben, de azt gondolom, hogy ezt a reményünket nem szabad elvesztenünk. Még akkor is, hogyha jelen pillanatban talán mást látunk. Talán azt látjuk, hogy másfajta gondolkodás vesz körül bennünket, mint amit megszoktunk. Amire azt mondjuk, hogy talán ez nem az az út, ami a mi útunk. De ha elvesztem a hitemet abban, hogy az az út, amit én magamnak felismertem, értékesnek tartottam, értéktelenné válik, akkor elveszik minden, ami az életről szólna. Én arra bíztatom önöket, hogy ma itt Szent Mártonnak az ünnepén, amikor az ő példáján tekintünk, láttuk itt a gyerekeknek a játékát, hogy ide hozták ezt a klasszikus történetet Szent Mártonnal kapcsolatban, hogy a köpenyét megosztotta katonaként a koldussal. Ugye ez is már egy nagy dolog volt abban az időben, hogy hát egy katona a birodalomtól, hogy tartozó ruháját csak úgy odaadta valakinek, azért ez nem volt egy egyszerű dolog. De hogy neki ez fontosabb volt katekumenként, hittanulóként, hogy megossza a koldussal. Vagy idehozták a játékban, ami tényleg csak egy játékos történet, hogy Márton hogyan segített embereknek,
Ez is egy újfajta gondolkodás talán, hogy észrevenni azt, ami aki körülöttem rászól és segítségre szorul. Egy másfajta gondolkodás. Szóval, hogy ide láttuk ezeket a játékokat, mintákat, azt hiszem, hogy talán ez ünnep arra is felhívhatja a figyelmünket, hogy saját magamról elgondolkodjak, mi az, ami meghatároz az én életemet, az én gondolkodásomat, hogyan szeretek, és hogyan szerethetnék jobban, mert ez változtatja meg magunkról a világot. A hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja természetesen idén is megkóstolhatta az ünnepi ludaskását, hiszen régről tudjuk, hogy aki Márton napján ludaskását nem eszik, az egész évben éhezik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.